kislányommal a szerelem. Csak ő neki mindig kell a társaság, a figyelem. De tényleg az utolsó? Most anyasz, jó? Ami nem egyszerű azért. Apának mennie kell szerelmem a stúdióba dolgozni. Semmi, meg se hallja. Ez az én kis színes, kedves színes székem, ezt a feleségemtől kaptam. Káprázó fények. Amikor már van egy hangulat, ez az ihlet, úgymond, már rögtön hallok hozzá valami dallamot, vagy egy hangszín. És hosszabbnak érzünk egy rosszabb napot. Kicsi, van egy új dal. Most készülök egy új albummal, azon dolgozom, és csak azok a dalok kerülnek fel erre az új lemezre, amire Szofi azt mondja, hogy tetszik a dal. Nekem ugye tavaly volt egy ilyen visszavonulós évem. Bejelentettem, hogy akkor én egy évig szeretnék egy picit családozni, pihenni, meghízni, stb. Ez jól össze is jött egyébként. És egy picit most szeretnék leadni, mert szeretnék egy picit fittebb képet mutatni majd a színpadon. Imádom a közönségemet. Az, amikor csillog az emberek szeme az első sorokban, és látod, hogy minden egyes dalnak a sorát telitorokból éneklik veled. Az embernek az egójának jól esik, a lelkének jól esik. Aki ezt egyszer megézleli, én azt gondolom, nagyon szerencsés ember, és az azt mondja, hogy ezt akarom csinálni életem végéig.